Az új falugazdász iroda adott helyet a Tamási Pári Települési Agrárgazdasági Bizottság alakuló ülésének. Nagyon büszkék vagyunk, ez egy kulturált és nagyon elegáns hely, hogy a vendégeknek, illetve a kuncsaftoknak mindennek megfelel, és ki tudjuk őket szolgálni. Jelen pillanatban arra várunk, hogy a Tamási és Pári Települési Agrárgazdasági Bizottság ülését alakítjuk meg, illetve ennek a vezetőségét és az elnökét válasszuk meg. Ez azért alakuló ülés, hiszen a NAK-nak már több ciklusban is volt ilyen feladata, de most úgy van, hogy több falut is összevontunk. Tehát ezért nem tisztújító, hanem alakuló ülés. Erre annyit kell tudni, hogy szinte a két településnek minden egyes nemzeti agrárgazdasági tagja a tagja. A TAB tagja. Ugye TAB, Települési Agrárgazdasági Bizottság. Most ennek választjuk meg a vezetőségét, ami X személy, 15 személyig mehet, és de kevesebb is lehet, de háromnál viszont nem lehet kevesebb. A Települési Agrárgazdasági Bizottság, azaz a TAB munkája és tevékenysége nyilvános, ahol az érintettek első kézből informálódhatnak a kamara működéséről, terveiről, de jelezhetik elvárásaikat és igényeiket a NAK munkájával kapcsolatban is. Amennyiben föld eladások vannak, ugye, mert ezek megtörténnek, és sőt a júliustól, ha jól tudom, akkor a haszonbért is már elbírálhatjuk, a kirúgóan magos haszonbérleteket, vagy ami nem illik bele a település imidzsébe, a szokásos bérleti díjakba, tehát ezeket. És nyilván, hogy ők, a Települési Agrárgazdasági Bizottságok vezetőségi, ők véleményeznek. Tehát mivel a megyei elnökség minden egyes területet és személyenként nem igazán ismeri, így véleményt kérünk a taboktról, és ők elmondják, hogy ez az adásvételi szerződés, ez jó, támogatják, nem támogatják, és nyilván demokratikusan döntünk, ahol mi általában nem szoktuk a tabok véleményét fölülbírálni, csak akkor, ha kirívóan esetleg részrehajlás van, vagy fölfedezzük benne a törvénytelenséget. Tehát ilyenkor avatkozunk be. Az alakuló ülést követően a testület maga dolgozhatja ki a tagokkal való együttműködés helyi sajátosságokhoz igazodó formáit. A falugazdászok javaslata alapján, tehát ők megszűrik a társaságot, a falu a tagjait, illetve a gazdálkodókat, és hát hogy aki ezt vállalja, ugyanis ezt nem mindenki vállalja a vezetőséget, mert mint az előbb említettem, azért van itt feladat, és eléggé felelősségteljes is a feladat. Tehát a falugazdászok előzetes információk alapján, aki ezt vállalja és kedve van ezt csinálni és ebben munkában részt venni, hát ők vannak meghívva. A Települési Agrárgazdasági Bizottság munkája fontos, üléseik rendszeresek. Általában hetente, de két hetente, meg ez attól függ, hogy mennyi földeladásvétel, és mennyi problémás eset esetleg. TAB tagjainak ezt véleményezni kell, hogy ők ezt jól látják, jólnak látják, nem látják jól, és így a megyei elnökség ennek segítség alapján dönt, hogy is itt rátesszük a pontot a szerződésre. A megyei szervezetek és a szakmai kamarai osztályok mellett a Települési Agrárgazdasági Bizottságokon keresztül kerülhet közvetlen kapcsolatba a gazdálkodókkal a kamara.